Üdvözlök mindenkit, szép vasárnapi reggel kívánok, hiszen meg az év utolsó vasárnap. Reggel éri, mert már feltöltött az YouTube-ra. Trafik előtt szokásos éri műsoromból. Kérdem én, hogy van-e hangban, nincsen hang. A Zsuzsa papné meg szokta írni nekem. Látom, hogy néz. De ha nem is írja meg, akkor is visszanézem. Mindegy. Van mondani való. De neked is elmondtam. Ebből járt hiányoltuk, hogy nem utadással, nem tudom miért, hogy a barátnői véget, vagy kuszti véget, fogalmunk nincsen, vártuk. Jó az adással. Ibi, Ibaja, aki csinált híreset, mert az én vagyok, tévé nélkül is. Ennyi. Most már nem csak tettél híres, hanem kuszti is. Ennyi. Híres ember csináltam belőletetek. Az egész világ ismeri kuszti Ispánt, meg tégedet is. Ennyi. Szeretik a dalot, szeretik, hogy énekelsz, szeretik azt, hogy viccelődél, mit tudom, kit szoktál te felhívni, az eszembe jut. A viccelődől hülyéskedel, a művésznő, mert rászállt a Kusztinak a pénzére, mert nem Kusztinban volt ő szerelmes a pénzébe, mert nem volt hol laknia. Hát tőle akart menni Egerbe is lakni, mindenhová. Nem volt lakás a gyerekek. Ibaja, te kéne venni neked a kapcsolatot Huszinak a fiával. Elmondom itt szóval, mit csináljon, mert ő a számítógépész, fiatal. Van olyan ingyenes stúdióprogram, Audio City, úgy hívják, Audio City. És meg kell keresni a transzponálás ebbe a programba. A transzponálás világnyelven azt jelenti, hogy hangnem, transz. Ez mindenütt megértik a világon. Érted? És akkor oda transponálja, amit meg sikerül, azt a hangnemet. De hát én megcsinálnám neked nagyon szívesen, de nem tudok neked üzenetet írni, semmit, mert Huszti letiltott, hogy csak látlak, de üzenetet kívül hagyását csinálta. Mert azt mondod ősz nekem üzenetbe, hogy Lajos, nekem ezt a nótát kéne betranszponálni, a hangnemet megkeresni, szívesen megkeresem, és visszaküldöm neked abba a hangnembe, amiben kibírod énekelni. De ezt téged nem enged. Meg sem mozdulni. Érted? Hát nem csak férfiakat tét le, nőket is. A szegény nőt annyira megsajnáltam, nem bizonyított az a nő, írni neked üzenetbe, az idővonalodra írt, hogy ez a baj, nem tudta elkézni, mi van letiltva. Mert Husztinak, ha valaki megírja az őszintét, a Husztinak, hogy a Huszti a hibás, akkor Huszti ezt tiltsa. Mire való? Ez egy nagyon csúnya dolog, gyerekek. Megmondom őszintén. Husztikának nem tetszik valami, ha nő, ha férfi, azt tiltsa. Pláne a férfi ismeri, be akar jelenni, azt is tiltsa. Nagyon csúnya munkát végzel. Nagyon csúnya. Nagyon szépen beszélek, nem beszélek csúnyán. Nem sokáig lesz két éve, mert egy az, hogy éhes is vagyok, meg be kell vennem a gyógyszereket. Ének neked szép számot, aztán folytatom, ahogy a két szemeddel nézel című dal következik. Küldöm mindenkinek nagyon-nagyon sok szeretettel. Tiszta szívemből, gyerekek. Ahogy a két szemeddel nézel, érzem a szívem nagyon fáj. Ahogy a két szemeddel nézel, szeliden reál, éle áll, valamit érzek, ami éget. Nem lehet képzelet csupán, valami történt, nem is értem, hogy találtál rám, miért néztél rám, miért mondt én rám. Bármi, hisz annyi mindent el kell mondanom neked, nem sürget az idő. Várni,
érzem fájó érzéseimet, mert ismerem magam, téged féltelek, ne hagyd, hogy elveszítselek. Ahogy a két szemeddel nézem, értem a szívem nagyon vár. Hirtelen történt, nem is értem, hogy találtál rá, miért néztél rá, miért mondtél rá. Nem győztem válaszolni az ismerős körömnek, hogy mi van a Ibolyával, nem látjuk, nincsen fent élőben. Hát gyerekek, nem tudom, kérdezzétek meg tőle. Hát én nem vagyok tétva, nem tudok neki írni. Van egy telefonszám, az is húzi. Hogy van-e neki kártyája a telefonban, nincsen, azt nem tudom. Üzenem mindenkinek. Vártam mindenki az élő adását. Többen vagy 10-12 ember így szám. Mi van Ibolyával? Hát nem tudom, nem engem kell kérdezni, ebben nem vagyok kompetens, mondtam én. Hát Ibolyának kezdtem, hát nem veszi be, ha mit csináljuk. Úgyhogy én nem tudom a telefonszámát, hogy van-e telefonkártyája, vagy kártyája a telefonban, vagy nincsen, vagy husztít, ha lehet így husztít keresztül. Ő meg olyan, hogy... Na mindegy, hogy mondjam? Letakadja, nincs otthon Ibolya, meg mit tudom én, nem adja oda. Hát erre nem tettek. Következik az Árvapjú gyári zenével. Utána még egyszer fogom énekelni az Árvapjút, és én kísérlem a saját magam zongorával, jó? Meg Huszti István azt állítja, hogy én nem tudok zongorázni, szakmámba belekötök. Most eléneklem a gyári zenével, ráénekelek, utána én saját magam zongorázom, és úgy éneklem ez az Árvapjút, jó? Dobgép mindenki lesz kapcsolva. Fiú, állapjú, nem szerette senki. Úgy érezte, el szeretne menni. Állapjú, jöjj vissza, hová siket mond, hová jön, valaki hív, valaki vár. Árva fiú, jöjj vissza, célhoz nem így, soha jön, valaki hív, valaki vár. Sűrű sötét, erdő ölé, rád talált az álom, vitte,
messzi útra, billekönnyű szárnya. Ára fiú, jöjj vissza, hová siet, mond, hová jön. Valaki hív, valaki vár. Árva fiú, jöjj vissza, cégos nem, így soha jön. Valaki hív, valaki vár. Fiú, jöjj vissza, hová csinált, hová jön. Valaki hív, valaki vár. Árva fiú, jöjj vissza, célod nem ki, soha jön. Valaki hív, valaki vár. Volt egy fiú, árva fiú, nem szerette senki. Úgy érezte, el szeretne menni. Volt egy fiú, árva fiú, nem szerette senki. Úgy érezte, el szeretne menni. Le kell tennem a mikrofon, kikapcsolva az egész minden, sima zongora. Itt van. Annyit fűznék még hozzá, hogy ennek csak teheted össze, iba a két kezed, hogy feltesztek YouTube-ra, megismerek az emberek. Húztja azt a rendben, hogy elbújnál a világ elő. Érthető, amit mondok én? Ne lássam senki, csak az 5-6 néző. Meg olyan illető, oda írt kommentbe, képes volna magát megölni, érted? És nem férfi, hanem nő. Nem akar kimondani a nevét, nem is mondhatom ki. Azt hittem, hogy elhájulnak. Hogy megöli magát. Jönnek, hogy üzenemek a hölgynek. Hogy Ibolya, bekerül a tévébe, és híres lesz. Jár fellépni a nyilvánosság elé. Méghozzá vannak ott csinos férfiak is, Husztika, üzenem neked. Akkor se fogod tenni, vagy meg fogod verni Ibolyát? Mindenki előtt, hogy mit csinálsz? Ha? Kérdem én. Bele kell törődnöd Ibolyának, ez az álma, és hadd legyen meg annak a szegénynek meg az álma. Örülj neki, van egy csinos szép párod, és hűséges az a nő. Érted? Te voltál az, aki fél akart menni a művésznővel, ugye? Kocsiba akartál jönni, és el akartál menni a művésznőhöz lakni. Ez nyilvános, hogy mindenki tudja. Akkor persze, hogy az Ibolya ideges, jogosan. Mert ő becsületes, nem csalt meg. Az, hogy csókolózunk, az nem megcsalás. De nem volt testi kapcsolat. Nem volt. Ennyi, Husztika. Úgyhogy ezt ne csináljad vele. Nem akarok senkinek a család ügyébe beszólni, mert nekem semmi közös hozzá nincsen, de ez személyi szabadság korlátozása, amit művelsz. Vigyázz, ezt büntetik a magyar, meg az egész világon. Személyi szabadság korlátozását büntetik. Az is érdekes, néztem a Nórának a YouTube csatorna, eltűnt, mert jelentettem. Többi baráti köreim jelent felett, és nincs meg. Hála jó Istennek. Ki voltam rakva pelenkával, minden lótulóban, Ibolya is, én is, sőt, Esztike is, hogy Huszti István, se a Duka Eszterke, se mások, véget nem vitték el a gyereket, te végetted. Ibolyának megvan egy hanghaja, hogy elmesélte azt, hogy a gyereket az óvodába kikérdezték az óvónők, pszichológus, és a gyerek megmondta, hogy Huszti üti anyát. A gyerek elmondta. Érthető?
Nem azért vitték el, hogy most talán az anya megövölt egy fél decit, vagy két decit, mit tudom én. Ez pohárból, az válik egészségére. Azért vitték el, az gyerek azt látta, hogy ütött a saját édesanyját, egy idegen ember. Az gyerek még él, nem fogja elfelejteni. És miért lesz, hogy az gyerek megnő, úgy meg fog téged belni, mint a lovat. Vigyázz, a gyereknek eszébe fog jutni, Huszti. Ettől nem félsz? Én a feleségemet annak idején kettő gyerekkel vettem el, feleségi, és úgy lett kettő és közös gyerek. Négy lány. Négy lány. De annak a két gyerekemet, hogy mondjam, a két nevelt lányomat is ugyanúgy vettem, mint a sajátomat. A kezem nem tettem volna rá. És nem volt berekedés, mert szexikus semmi. A két gyerekemnek vettem valami csokit, ugyanúgy vettem az ő két gyerekének is. Nem volt különbség. És mai napig az a két lány úgy szeret engemet, mint a saját apjukat. Mikor a kórházba kerültem, a nevelt lány hozott be nekem búztevest. Bizonyám. Szeretnek. És eljátszom saját magam, mert Husztika, azt mondja, hogy nem tudok zongorázni. Hát én vagyok olyan szakmailag, mint te, kőműves. Volt egy fiú, három fiú, nem szerette senki. Úgy érezte, el szeretne menni. Tessék, felemelem kezem, dobgép, mindenki van kapcsolva. Három fiú, jöjj vissza, hová sietsz, mondd, hová. Jöjj valaki, valaki vár, erre bővítetted magad. Állj meg, fiú, jöjj vissza, szívhoz nem hisz így soha. Jöjj, valaki, valaki vár. Így. Nem gyári zenére nekertem, most én zongoláztam rá. Hüssi! Befejezem az adásomat, mert nem is a éneklő volt is szólagig, meg zongorázás, mert már bizonyítottam eleget az életemben. 20 éve dolgozok minden tévécsatornára. És nem akarmilyen énekesket kísértem, voltam a zongoristája, mai napig is. Úgyhogy ennyit erő. Husztika? Borzasztom, amit művelsz. Szégyed magadat. Nem csak férfiakat tiltol le, nőket is. Azt a nőt úgy megsajnáltam, kénytelen volt az a nő ízni az idővonalára, Ibajának. Ibi, vagy a Huszinak a fiával befelé kapcsolatot, vagy nem tudom, valamit csinál, a transponálással. Beked, ez hang nem, amit mondok, mert magyarul azt mondják, hang nem. Világnyelven mondják a transponálás. Az, hogy beállítani a zenét a hangodhoz, azt jelenti. Hangnemet. Te is mondtad. És akkor tökéletes lesz minden, nem lesz baj. Ha valami megcsinálta azt, Huszi, hogy ne tudjál énekelni, csak sikerült megcsinálnod, mert te csináltad, még néztem az egész adást. Még te ott szereltél, meg mit tudom én, baja, addig a tyúkok ott feszekedtek egymással. Mert idegen bemert menni az adásodba. Kinézték. Hát milyen dolog ez? Csak az a 3-4 ember, nem tudom, hogy 8 ember, nem tudom, nem számoltam. Ők nézhetnek, ilyen nincsen. És üzenem neked, Ivi, a csoportból lépjék ki. Mert ő végettük nem tudod tudni csinálni nyugodtan az élő adásodat. Meg fél percenként kattog a telefonon csipok. Üzenem neked, ez csak egy jó tanács, nem kötelező elfogadni, csoportból lépjék ki. Hidd el. Ha valaki akar tőled valamit, messengeren van, üzenet, rádi, ennyi az egész. De akkor, hogy egymással pecskálnak, azt neked azt neki, jelzi a telefon, ők egymással beszélgetnek, meg pecskálnak, mert ez megy a pecskálás, mert a kavarodás, kakik szart kavarják, kimondom magyarul. Ennyi. És neked azt jelzi a telefon, amik ők beszélgetnek, pip, 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 énekelj, no. Hogy tudod dúdolni? Sehogy. Azért ajánlom neked, baja, lépj ki a csoportból. És mondd meg nekik, ne haragudjatok gyerekek, én ebben a csoportból kilépek, nekem ez nem hiányzik, ha valaki valamit akar tőlem, ne keres engem üzenetbe. Ennyi. Semmi több. Engem is vezettek tudomon kívül a csoportba, két percenként jelzett, nem mondom, én többet nem. Minden csoportból engem valaki, én tudtam nélkül, betesz a csoportba. Úgy lépek kifele, mint húzat. De még azt is letítom, aki betett. Ennyi.
Szép napot kívánok, ma utolsó vasárnap, hamar az ünnep lesz, nem akarok veszekedni senkivel se. Hát még a héten többször minden a bejelentkezek, hogy tudok. Azt kívánom mindenkinek, hogy az övében legyenek boldog, mert mi nincsen új év. De mindenki a családjával töltse, hál' Istennek a lányom itthon van, velük töltöm a karácsony estéjét, gyerekeimmel, két lányommal, az én családom. Feleségem sajnos meghalt. Itt van nekem a két lányom, akit nagyon szeretek. A nevelt lányom azok messze laknak tőlük, egyik Sopronban, másik Miskolcon, úgyhogy messze vannak. Úgyhogy két gyerekem itt van, úgyhogy én menni. Úgyhogy a lányok fognak főzni, az én lányom mindenket nagyon tud főzni. Ők fognak majd az ünnepekre, én csak péneknek, pétbukozok, az el leszek. Na. Mindenkinek még egyszer szép napot, ezt az élő videómat megosztom, és felteszem a csatornámra. Puszi mindenkinek a mai nap is. Ha valami történik, olyan dolog észreveszem, akkor a mai nap este felé feljövök élőbe. De ha nem lesz, akkor nem. Nem tartom pontosnak, hogy élőszek. Nem az én. Nem ez a kávéház, hogy mondjam, nem ez a kávéház. Nem az én világom, nem az a kávéház. Így szokták mondani. Én nem vagyok a nagyon élő híve, ritkán szokták. Hát ritkán, minden napos most már. Nem ez a kávéház. Nem történik semmi, akkor nem kell ennyi. Ha történik, akkor feljövök. Na puszilap égetszem benneteket, sziasztok! Megosztom, YouTube, sziasztok!